dac fogott el, és furcsa makacság. De nem mondtam ki azt a szót soha. És most már nem is tudom kimondani. Már hetekkel ezelőtt elkezdték próbálni a Nemzeti Összetartozás napi emlékműsort a színészek és az előadók a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ márvány termében. A trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulója alkalmából a Babits Mihály Kulturális Központ felkérésére a magyarországi német színház színészei vendégelőadók bevonásával állítottak össze színpadi műsort. Televíziónk munkatársai az egészet felvették. Januárban keresett meg minket a Szekszárd Lóra Babits Művelődési Központ, hogy ebben az évben, mivel 100 éves évfordulóját ünnepeljük a trianoni békeszerződésnek, hogy készítenénk-e mi egy műsort a DBU, a Magyarország Német Színház magyarul beszélő színészeivel. És akkor mi ezt azt elvállaltuk. Olyan szövegeket, verseket és rövid szövegeket válogattunk, amik vagy írók tollából származnak, vagy pedig történészek, de mind az 1920-as év környékéről. Tehát akár a békeszerződés napján elhangzott szövegből is idézünk gróf Apponyi beszédéből, illetve minden írót, meg mindenkit nyilván megmozgatott akkor ez a történés, és nagyon sok író írt valamilyen kis véleményt, elemzést erről a számunkra még mindig nagyon szomorú eseményről. Akkor figyelem, próba lesz! Fontos, hogy most a magyarul beszélő színészek és előadó művészek részvételével készüljön ez a műsor. És mind Rubány Anitával, mind Orbán Györgyel már dolgoztunk együtt, tehát tulajdonképpen nagyon zökkenőmentes volt ez az összmunka. Szava nem hangzik messzire nagyon, de kedvesen zeng és álmatagon. Magyar mezőkön sok virág terem, mit nem ismer meg soha idegen. Illata, színe, kedves ám szívünknek, s vele ékítjük honi ünnepünket. Magyar vidékről három énekes kopog-e háznál, és szállást keres. A szíveken kopogtat csöndesen, játékosan, és üzeni velem, hogy mind a három magyar, s nem akar hódítani. Nem kell más diadal, csak szívetek megértő dobbanása. A koronavírus járvány miatt idén nem csak a próbák, hanem az előadás bemutatója is közönség nélkül zajlott. Az előadás igazi kihívás volt a műsorban résztvevőknek. Teljesen más, tehát hogyha most élőben játszanánk, akkor egy nagy kompozíciót kellett volna létrehoznunk, egy összszínpadi képet, amiben mindenki tudja, hogy mikor hova megy. Most pici epizódokat fogunk fölvenni, ez egy egészen más hozzáállást igényel. Az emlékbeszédet Ács Rezső Szekszárd polgármestere mondta, aki szintén közönség nélkül szólalt fel. A fő üzenete az, hogy bármilyen körülmények is alakulnak, és valahogy alakul körülöttünk a világ, vagy éppen Európában, Magyarország mindig is volt, magyar nemzet mindig is volt. Sok nehézséggel küzdött meg az elmúlt évszázadok során Szekszárdon is természetesen, de mindig voltak olyan célok, amiért tudtunk küzdeni, és a lényeg pedig az, hogy bármi is ért bennünket, mindig fel tudtunk állni. Tehát ebben a nemzetben, ebben a városban van egy olyan erő, amely lehetővé tette azt. Sok nemzet eltűnt az elmúlt évszázadokban a történelem során, de Magyarország, magyarság mindig is megmaradt, és én azt gondolom, hogy ez egy olyan belső erő, amelyre lehetett támaszkodni az elmúlt évszázadokban is, és kell is, és a Trianon esetében pedig ugye jelentős mértékben meggyengült az ország szándékosan. Ennek ellenére teljesen nem lehetett eltüntetni. Itt vagyunk Közép-Kelet-Európában, nagyon jó helyszín, stratégiai helyszínként, és én azt gondolom, hogy ez a belső tartás, amelyre eddig is tudtunk támaszkodni, és tudtunk belőle táplálkozni, ez mindenféleképpen kis közösségben, nagy közösségben egy fontos erő, amely azt mutatja, hogy bármilyen viták is vannak köztünk itt a városban is, van egy olyan közös nevező, amely egybe tart bennünket, és egy cél érdekében mozgatja meg az egész város és az egész országot. A Nemzeti Összetartozás napi emlékműsor a Babits Mihály Kulturális Központ és televíziónk Facebook csatornáján is megtekinthető teljes terjedelmében.